ismert fel, ha blöffölnek veled. Honnan jöhetsz rá, hogy a veled szemben ülő pókerjátékosnak fúja van-e, vagy mindössze néhány kettese? Honnan tudhatod, komolyan gondolja-e az ügyvezető igazgatód, hogy kilép, ha nem kap fizetésemelést? Nos, igenis bármikor, bármely helyzetben lefülelhetsz egy blöffölőt a minden blöffben jelenlevő, közös vonás alapján. Ahhoz, hogy megértsd, miről van szó, hadd magyarázzam el, mi is az a blöff. Üzleti viszonylatban úgy fogalmazhatnék, hogy ilyenkor az illető nagyon ácsingózik valamire, mégis úgy tesz, mintha nem kellene neki. A közönyös adja, holott nagyon is érdekli az alkú kimenetele. A lényeg az, hogy mindenképpen hamis benyomást akar kelteni, hogy elkendőzze valódi szándékait. És épp ez buktatja le, mivel a blöffölő rendszerint mértéktelenül túloz, akár egyik, akár másik irányban, úgyhogy menten kilóg a lóláb. A pókerjátékos például vadul licitál és emeli a tétet. Vajon tényleg kezében vannak-e a kérdéses lapok? Mikor blöfföl, magabiztosnak próbál látszani. Be is rakja a pénzét a bankba. Mi történik azonban akkor, ha tényleg jók a lapjai? Lassan dobja be őket és megjátsza, hogy gyenge. A blöffölő pókerben vagy bárhol másutt az életben magabiztosabbnak vagy kevésbé magabiztosnak mutatja magát. Azaz pont ellentétes benyomást igyekszik kelteni, mint amilyen a voltak lelkiállapota. állapota. Mikor a magabiztost adja, habozás nélkül licitál. Jó lapjárás esetén ezzel szemben kivár előtte pár pillanatot. A túl gyors és magabiztos reakció tehát az esetek többségében csak álca. Lássunk egy további példát. Egy ügyvédi irodában a partner közli, kilép, amennyiben nem kap meg egy ügyet. Vajon üres fenyegetése ez, vagy komolyan kell venni? Nos, ha emberünk nem blöfföl, nem mutatja magát túl magabiztosnak. A túlzott magabiztosság mindig a blöff jele. A józan logika azt diktálja, hogy az ügyvéd valójában maradni akar, nem tesz meg tehát mindent azért, hogy távozzon. Mikor azt a látszatot kelti, hogy elmegy az ügy nélkül, blöfföl, mi pedig tudjuk, hogy csak megjátsza magát. Ám ha komolyan gondolja, amivel előállt, vonakodónak és nem magabiztosnak tűnik, hiszen nem örül, hogy idáig fajultak a dolgok. Blöff esetén nincs miért vonakodnia, mivel esze ágában sincs távozni. A kétféle hozzáállás homlok egyenest az ellentéte egymásnak, és jól fölismerhető. A dolog lélektani hátterének megértéséhez elég, ha szemügyre vesszük, ki hogyan viszonyul önmagához. A magabiztos ember, aki sokra tartja magát, nem folyamodik öntömjénezéshez. Éppenséggel azok szoktak hivalkodni, akik nem bíznak eléggé magukban, ezzel kompenzálják kisebbségi érzéseiket. Úgy is mondhatnám, hamis képet mutatnak a világ felé. Ugyanez játszódik le a blöffnél is. Ezért, ha az üzletfél szüntelenül azzal fenyeget, hogy feláll a tárgyalóasztaltól, valójában blöfföl. A magabiztos hozzáállás mindig magáért beszél, nem szükséges kikürtölni. Ugyanígy vagyunk ezzel is, mint az önbizalommal. Csak a kisebbségi érzésekkel küzdők érzik szükségét, hogy önnön értéküket hangoztassák, attól való féltükben, hogy másként ez nem derül ki. Ha pedig üzleti tárgyalástán hallasz e félét, hát szinte biztos, hogy nem blöffel állsz szemben. Igazán sajnálom, hogy így érez, de azért ugye nem veszünk össze. Nekem erről más a véleményem, hanem adjon egy kis időt, hadd gondolja még egyszer végig. Aki nem blöfföl, azt nem érdekli a látszat. Fontos aranyszabály ez. Mindez élesen megkülönbözteti a blöffölőtől, aki hamis benyomást igyekszik kelteni másokban. A stratégia áttekintése. A blöff azonnal felismerhető. Figyeld meg, milyen benyomást iparkodik kelteni az illető. Ha blöffről van szó, megingathatatlanul magabiztosnak próbál mutatkozni. A legnagyobb hiba, amit csak ember elkövethet, és gyakran el is követ. Szerencsejátékosok is gyakran esnek ebbe a hibába. A szerencsejátékosok életmódja nem ritkán a játék stílusukat tükrözi. Mindez nem véletlen, hiszen az élet is döntések sorozatából áll, amikor nem egyszer nagy tétben kockáztatunk. A kimenetelről és eljövendő életünk egészéről szintén a szerencse dönt ilyenkor. Sokan rendszeresen esnek bele ugyanabba a hibába. Íke szólóan példázza ezt a szerencsejáték is. A kaszinókban a blackjack és a bakkara mindössze 2%-ban van jelen. A szerencsejátékosok mint egy 20%-os sikere a játékos rátermettségén vagy ennek hiányán múlik. A veszteség mértéke átlagosan 80 százalék. Mi ennek az oka? A tőzsde árfolyamok kétféle irányban mozoghatnak, felfelé vagy lefelé. A józanész azt mondja erre, hogy a nyereség és a veszteség aránya ez esetben 50-50 százalék. -50%. Ennek ellenére a napi rendszerességgel, külső segítség és információ nélkül tőzsdézők idővel 90 százalékban veszíteni fognak. Miért? Nos, nem a statisztikai valószínűség tehet arról, hanem a stratégiájuk. A típusú játékos. Tűzön vizen át. Ime egy tipikus forgatókönyv az A típusú játékos játékmódjára. Feltesz 10 dollárt, amit elveszít. Ezt követően feltesz 20 és azt is elveszíti. Ugyanez lesz a 30 dolláros tét sorsa is. Minél többet veszít, annál jobban emeli a tétet. Felteszi magában, hogy egyetlen játszmával visszanyeri összes veszteségét, ami így egyre nő a B-típusú játékos, az óvatos duhaj. Íme egy tipikus forgatókönyv a B-típusú játékos játékmódjára. Feltesz 10 dollárt, amit elveszít. Ezt követően feltesz 10 és azt is elveszíti. Egy idő után 5 dollárra csökkenti a téteket. Jó tervez? Nem, mert végig nem érzi, hogy sikere lenne. Ha történetesen megnyeri az 5 dolláros tétet, akkor is csak azon jár az esze, hogy még többet kell nyernie, ezért tovább játszik, és nagy valószínűséggel veszít, amitől megint csak letörik. Annyi elégtétele azért van, hogy csekély összegű tétjeivel kivétte a nagyobb veszteséget. Mi a helyzet a nyertesekkel? A kaszinók előcsarnokában látható millió dolláros márvány kandeláberek nem állami támogatásból vannak ott, hanem azért, mert a szerencsejátékosok nem tudják, mikor kell kiszállni. Minél tovább játszol, annál jobb a háznak. Ha elfogy a pénzed, leállsz kérdés, mikor áll le egy nyertes? Többnyire egészen addig nem teszi, amíg elhagyja a szerencséje, hiszen nincs rá semmi oka. Akkor is csak muszájból hagyja abba. Mi hát a nyerő taktika, ha a tétek emelése és csökkentése egyaránt zsákutcába torkolik? A kutatások azt igazolják, hogy amennyiben veszítesz, azt kell tenned, amit a szerencsejátékosok utálnak. Le kell állnod. Ha viszont nyerő paszban vagy, érdemes valamicskét megnövelned a tétet. Érdekes körülmény még, hogy gyakorlatilag az összes szerencsejátékos stratégiáját a félelem diktálja. Ez esetben döntései sem észszerűek, hanem érzelmileg fűtöttek. Ez pedig nyílegyenesen vezet el a vesztéshez. Soha ne tegyél semmit félelemtől vezérelve. Ha úgy érzed, nyerned muszáj, szinte biztos, hogy veszíteni fogsz. Törődj csak a játékkal, ne a kimenetelével. Ha az éghez fohászkodsz a nyereségért, akkor rettegsz a vesztéstől. A legjobb hozzáállás ilyenkor a hideg távolságtartás és a tökéletes érzelemmentesség. Ám ha olyan pénzzel játszol, amelynek az elvesztését nem engedheted meg magadnak, képtelen leszel érzelmek nélkül dönteni. Volt már szerencsés időszakod? Tán arra is emlékszel, hogy nem féltél. A pillanatnyi feladattal törődtél, elfeledkeztél magadról. Ez a nyereség receptje az életben csak úgy, mint a szerencsejátékban. Ha félsz, várd ki, amíg megnyugszol. Mikor úgy érzed, nem vagy jó paszban, hagyd ott az egészet, mert ha nem, hát veszíteni fogsz. A lényeg, hogy az esélyek alapján és ne érzelmeid indítatására mérlegej, és meglátod, nyertesen kerülsz ki minden helyzetből. A stratégia áttekintése Mikor mellétszegődik a szerencse és sikert sikerre halmozol, van értelme kicsivel több kockázatot vállalnod. Fontos azonban, hogy végig ura maradja helyzetednek, és saját döntésedből ne a körülmények nyomására hagyd abba, amibe belefogtál. Mikor azonban minden ellened van, állj le, és változtas taktikát. Ha teheted, soha ne félelemből cselekedj. A félelem eltompítja a gondolkodást, és egyre a negatív végkifejlett lebeg lelki szemeid előtt. Amennyiben muszáj nyerned, veszíteni fogsz, mert nem a céljaidra összpontosítasz, hanem arra, hogy mi forog kockán törekedj tárgyilagosságra minden döntésedben, légy résen, és csak ezután cselekedj. Könnyítsd meg az életed, tanuld meg, hogyan lehet úrrá a legbosszantóbb, legelkeserítőbb és legnehezebb helyzeteken. Ez a rész válságos helyzetek kezelésére ad pszichológiai módszereket, de akkor is felbecsülhetetlenek e taktikák, ha lekívánod egyszerűsíteni és megkönnyíteni az életedet. Itt megtanulhatod, hogyan kerülj ki győztesen az apró megpróbáltatásokból és bizonytalanságokból, miként érheted el, hogy minden pontosan az elgondolásod szerint történjen. Vegyél rá bárkit, hogy nyomban visszahívjon. Több módszer is létezik erre. A legkevésbé sikeres és legtöbbször használt, ha üzenetünkben hangsúlyozzuk ennek fontosságát. A másik ezt úgy értelmezi, hogy vészhelyzet van, ami vagy felbosszantja, vagy ok nélkül felizgatja. Természetesen az üzenet jellegét a konkrét helyzet határozza meg, én minden esetre az alábbi fordulatokat ajánlom. Ezek mindegyike az emberi természet egyik alapvető tulajdonságára épít, a kíváncsiságra. Az első. Képzeld, rájöttem valamire. Még nem késő. Ha visszahívsz, elmondom a részleteket. A második. Annyira izgulok, érted? Hívd föl, hogy megbeszéljük. A harmadik. Rengeteget köszönhetek neked. hív fel, majd elmondom a részleteket. A negyedik. Igazad volt, ha felhívsz, áttekintjük a helyzetet. Az ötödik. Tudom, hogy imádni fogod, ha felhívsz, elmondom, mi is ez. A legnyerőbb formula azonban még hátra van. Hálás vagyok azért, amit értem tettél. Kérlek, hív fel, személyesen szeretnék köszönetet mondani. Hagyd ezt a három kurta mondatot az üzenetrögzítőn vagy a titkárnőnél, és már is várhatod, hogy megcsörrenjen a telefonod. A másik fél tudni fogja, hogy hívás a kockázatmentes, nem sodorja bajba, nem kell magyarázkodnia. Hálás vagy neki, és ez jó érzéssel tölti el, emellett a kíváncsiságát is felkeltetted. Rendes, becsületes embernek tűnsz a szemében, hiszen kifejezted a háládat, bármit tett is érted. A lényeg mindebből annyi, hogy az illető nem egészen érti, hogy miről van szó. Világos üzeneteknél az ember meggondolja, elég fontos-e a szóban forgó ügy, hogy egy telefont vesztegessen rá. Ha viszont információ hiányában nem tudja eldönteni, fontos-e vagy sem, mint ebben az esetben is, inkább felhív, hogy kiderítse, miről van szó. Megesett már veled, hogy zavaró üzenetet kaptál egy csomó átlagos mellé? Talán te is úgy tettél, hogy mindenek előtt ezt a helyzetet próbáltad tisztázni, hiszen a hívás fontos is lehet. Az illetőt a kíváncsiság hajtja majd, amikor visszahív, nem a józan mérlegelés. Neked ez nem állna az érdekedben. Az ismeretlen mindenki érdeklődését felpiszkálja. Ezért van az, hogy sokkal inkább megszakítják baráti csevejüket egy névtelen telefon kedvéért. Miért? Azért, mert nem tudják ki a hívó, és a dolog fontos is lehet. Az ismeretlen csábítja őket. Persze, ha azt akarod, hogy visszahívjanak, meg kell adnod a nevedet, az üzenet tartalmát illetően azonban hagyd, hadd találgasson a másik. Tanácsaimat szem előtt tartva, hol biztos visszahívásra számíthatsz? Nem árt, ha tudod. Ha céget hívsz fel, kérdezd meg a titkárnőt, rózsaszínű vagy fehér üzenő tömböt tart-e a vállalat? Szinte mindegyik az egyik vagy a másik szint használja. Miután a titkárnő megválaszolta a kérdésedet, mondd azt, megtenne nekem egy szívességet? Le tudna rajzolni egy mosolygó arcot az üzenetem mellé? Meg leszel lepve, hányan tesznek eleget egy ilyen kérésnek? Ha azután az, akihez be akarsz jutni, átlapozza az üzeneteit, megáll majd a tiéd mellett, mert a mosolygó arc felkelti a figyelmét, a szövegről nem is szólva. A stratégia áttekintése. Hagyj olyan üzenetet, amely valamiként kifejezi a háládat, mégsem tálal ki mindent. Az ember vele születetten kíváncsi lény. Amennyiben ügyesen piszkálod fel a másik fél kíváncsiságát, nem marad el a hatás. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot, reméljük hasznosnak találtad, és visszavárunk csatornánkon hetente készülő újabb hanganyagokkal.